Az utóbbi hetek kormánykritikus tüntetései közül a hétfői közfelháborodás napja váltotta ki a legtöbb kritikát és indulatot a politikai spektrum mindkét oldalán. Kunce Gábor aznap este egyenes adásban meglehetősen erőteljesen adott hangot a véleményének. Most két szervezővel, Nemes Balázzsal és Kis Petra Sárával hívtuk egy asztalhoz, hogy megbeszéljék a tanulságokat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Talán a legfrissebb hír egyébként, hogy az önök Facebook csoportja a közleményben határozottan elutasította Gyurcsány Ferenc és a DK közeledését, sőt kikérték maguknak, hogy ne próbálják meg a saját propagandájuk kifejtéséhez felhasználni az önök tüntetését. Gyurcsány Ferenc és a DK egyébként nem azt mondta, hogy ők önökkel bármiféle együttműködésben lennének, csak annyit mondtak, hogy ő szerintük ezeknek a tüntetéseknek az kellene a célja legyen, hogy előrehozott választásokat kényszerítsenek. Mi ezzel a baj? Nem annyira biztos, hogy az a legszerencsésebb, hogyha előrehozott választásokat kényszerítünk ki most ebben a helyzetben. Igen, amíg nincsenek olyan pártok, vagy nincsenek olyan szervezetek, akiknek benne lenne bizalom, addig nincs értelme előrehozott választásokat hozni. Hanem minek lenne értelme önök, hogy képzelik a következő hetek, hónapok, évek forgatókönyvét, hogyha nem megbuktatni szeretnék a jelenlegi kormányt, akkor mit szeretnének? Jó útra téríteni? Hát azért a megbuktatása szerintem egy járulékos haszon lenne. Tehát azt nem mondanám, hogy mi meg vagyunk elégedve a jelenlegi kormánnyal, sőt, legkevésbé sem. De az ellenzéki pártok teljesítménye is bőven hagy maga után kívánni valót. Azt mondta egyébként Gyurcsány Ferenc, hogy ő a ciklus közepén, tehát két év múlva képzelné el, másfél év múlva képzelné el ezt az előrehozott választást. Addig tehát van idő? Az lenne jó, hogyha létrejönnének esetleg új pártok vagy mozgalmak. Nem szeretnénk, hogyha ugyanabban a begyöpösödött rendszerből kéne választani olyan embereket, akik mögé állni lehetne. Tehát ennek így nincs értelme, ez egy hosszú tanulási folyamat. El kell indítani a szerveződéseket, és csak akkor van értelme bármibe is belevágni. Mit gondolkodsz, Gábor? Hát egyrészt Gyurcsány Ferenc elmondta a véleményét szerintem, és ráadásul nem közeledett. Azt mondta, hogy vannak a tüntetések, ugye nem csak ők tüntettek, hanem fiatalok, pedagógusok, vasasok, gaskóék és pár százan. És azt mondta, hogy ezeknek a tüntetéseknek szerintem ennek kellene lennie az eredményének, tehát nem is értem, hogy miért kell rögtön elhatárolódni tőle, vagy visszautasítani, semmilyen olyan lépést nem tett, amitből az következne, hogy rájuk akar telepedni. De persze tudom, hogy ez a nagy különbség, hogy ti már voltatok, most mi jövünk. Másrészt azért, ha azt gondoljuk, hogy nem jó ez a dolog, ami most megy, nem jó a kormány, káros az országnak, sok baj van vele, akkor az egy indokolt felvetés lehet, hogy ha lehet, akkor távozzanak előbb, vagy ha lehet, akkor kínáljuk fel előbb az embereknek a választás lehetőségét. Hozzáteszem, hogy problémát ezzel én is látok persze, mert azért attól, hogy mondogatjuk, attól ez még nem jön össze, nagyon sok mindennek kell együtt állni ahhoz, hogy egy választás, egy előrehozott választás kikényszeríthető legyen. Viszont ha jól értem, akkor önök abban gondolkodnak, hogy 2018-ig van néhány év arra, hogy egy új politikus garnitúra megcsinálja magát, és ha jól értem például azt a nyilatkozatot, amit egy mai interjúban ön tett, akkor azt sem tartják kizártnak, sőt szeretnék, hogyha önök közül emelkednének ki ezek a politikus figurák. Azt hiszem úgy zárta azt a nyilatkozatát, hogy most még senkik vagyunk. Kik szeretnének lenni? Hát ez tágabb értelemben, tehát azért azt nyilván nem csak a szervezői vagy a szónoki csapatra értettük, ezt úgy azért inkább a generációnkra. Tehát a mostani 20 évesek közül, akik eddig sokan elfordultak ugye a politikától, a közügyektől, szerintünk az lenne üdvös, hogyha ezek közül az emberek közül kikerülne minél több, akik jobb esetben nem is mi vagyunk egyébként, hanem teljesen más emberek. Tehát hogy ez a maga a tüntetés szerintem és az azt követő viták azok inkubátorként szolgálnak ahhoz, hogy ebből kinőhessen később egy olyan civil szerveződést, amire felépülhetnek majd olyan személyiségek, akik képesek lesznek változást hozni ebben a rendszerben. De gondolom azok, akik most az arcukat adták ehhez, ugye Sára szervezőként, de végül is most is itt ül egy tévéstúdióban, ön viszont szólok volt is a színpadon, nyilván azzal tették ezt, hogy akár ők legyenek azok, akik majd a későbbiekben úgymond kiemelkednek.
Én azt gondolom, hogy ez most nem erről szól, hogy mi konkrétan a jövőben pártot alkotunk-e, vagy nem. Én most nem is azt kérdeztem, hogy pártról van-e szó, hanem arról, hogy azt nyilatkozta ma a vasárnapi hírekben, hogy ki kell, hogy emelkedjen egy új politikus generáció, akár a tüntetők sorai közül. Ebből én nem voltam azt a következtetést, hogy önök lehetnének esetleg ezek a reménybeli politikusok. Lehet. Az a helyzet, hogy jelenleg a fiatalok nem igen vesznek részt a közügyekben, nem foglalkoznak a politikával, nem nagyon olvasnak sajtót. De önök szeretnének politizálni, politikussá válni? 2018-ban valamilyen formában, valamilyen szerveződésben mondjuk választásokon indulni? Fontos ez, hogy mi konkrétan szeretnénk-e párttá alakulni, mert nekünk nem ez a lényeg, hanem az, hogy egyre többen foglalkoznak a közügyekkel és a politikával a generációnkból. Egy kicsit megfordítanám az alapkérdést, ez, hogy itt azért inkább arról van szó, hogy mi a saját példánkon azt szeretném megmutatni, hogy lehetséges az, hogy az ember kimegy, az arcát adja egy bizonyos ügyhöz, és utána a többieket is arra buzdítja, hogy ők is adják hozzá az arcukat. Tehát hogy az, hogy mi konkrétan mit szeretnénk, vagy mit nem szeretnénk, ez nem szeretés kérdése. Tehát ez bizonyos helyzetben azért kényszer helyzet, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy valami rosszul megy, és eléggé aktívak, eléggé elszántak vagyunk, akkor annak oda kell, hogy álljon valaki az élére. De az, hogy most ezek nem mi, hogyha ezek nem mi vagyunk, akkor ez más. Tehát, hogy ebből a szempontból teljesen minden. És azért van szükség új politikusokra, új arcokra, mert a régiek mind kivétel nélkül hiteltelenek? Hiteltelenek, nincs bennük bizalmunk nekünk, ennek a generációnak, én úgy érzem. Miért? Hát azt gondolom, hogy ami történt az elmúlt 25 évben, az nem alapozta meg azt, hogy például a mostani generációnak legyen olyan biztos jövője, vagy olyan érdekeltsége, hogy esetleg politizáljon, vagy politikai pártokat, mozgalmakat alapítson. Tehát egy teljes zsákutca jelenleg a politikai helyzet ilyen szempontból. Ez nyilván Kunce Gábornak is szól, már hétfő este magára vette. De még mielőtt levetném magamról az eddigiekhez, hadd szóljak hozzá. Szóval az, hogy valaki fiatal, az egy állapot persze, és nem egy érdem. Az, hogy a fiatalok elkezdenek politizálni, nagyon helyes és üdvözlendő dolognak gondolom, és nagyon jó lenne, hogyha meg tudnák őket valóban szólítani, mozgatni, és jobban megjelenne a fiatalok véleménye. Természetesen ettől még lesznek itt idősebbek is, akik politizálnak. Most nem magamról beszélek, lehet, hogy olyanok is jönnek, akiket még a politikában nem láttunk. Az egésznek valahogy együtt kellene működnie szerintem. Ugye láttunk már olyat, amikor azt mondták valakik, most fiatalok, mi jövünk, aztán nézzük meg, hogy mi lett belőlük. Tehát ez egy bonyolultabb dolog, de örvendetesnek tartom a zászlóbontást. Majd még azt meg kell mondani, hogy kik vagyunk, mit akarunk, de ez egy másik kérdés. Ide vezet viszont a politika meg a pártellenesség, amit most látunk, hogy nem merik megmondani nyíltan, hogy de én majd megmondom nekik, hogy vagy elhal ez az egész mozgalom, vagy önökből politikusok lesznek. És a végén még pártjuk is lesz majd. És ezt azért tartom fontosnak, mert attól, hogy a mai politikusokkal elégedetlenek vagyunk, meg a mai pártokkal elégedetlenek vagyunk, attól még itt pártok meg politikusok lesznek, mert a jövőben lehet, hogy ő belőlük. Végül, ami az elmúlt 25 évezést illeti, azért akadok ki tőle, mert ha azt mondja valaki, hogy az elmúlt 25 év nekem eredményeként nekem most nincsen perspektívám, azt én elfogadom. De az elmúlt 25 év, az két részből áll, egy 20 éves, meg egy 4,5 éves időszakból. Abban az első 20 évben egy alkotmányos jogállamot, demokráciát, piacgazdaságot építettünk, amit rosszul működtettünk, ezért szerintem indokolt volt, hogy elküldtek minket a választók 2010-ben. Ebben van a mi felelősségünk, de 2010 után, ami jött, az a tőlünk teljesen független, mert például 94-ben is volt egy kétharmad, amelyik nem élt vissza a kétharmaddal, nem győzött gesztusokat gyakorolni az ellenzék felé, hogy bemutathassa a politikáját. 2010 után, ami következik, az egyértelműen Fidesz, és ő maga is tagadja az elmúlt 20 évet, csak ő azt mondja, hogy nem jó a liberális demokrácia, ugye illiberális demokráciát kell építeni, nem jó a piacgazdaság, én majd államosítok. És amikor önök 25 éveznek,
akkor szerintem világossá kell tenni, hogy azért annak az első 20-nak voltak részei, amik elfogadhatóak és továbbviendőek, csak legfeljebb mi rosszul csináltuk bizonyos elemeiben. És ezért vitatkoztam, nem én sértődtem meg, mert engem ez, ugye politikus, ezt csak tanácsként mondom, politikus akkor sértődjön meg, ha előre elhatározta. Csak szerintem egy ilyen különbséget tenni kell, mert azok az emberek, akik ott voltak a téren, nem azt mondták, hogy takarodj elmúlt 25 év, hanem hogy Orbán Viktor takarodj, és amikor a felszólalóik sorolták, hogy Matolcsi, Gyurcsány, Megyesi, nem tudom én kicsoda, azon se sértődtem meg, hogy engem kiadtak a felsorolásból, akkor hallgattak, és amikor azt mondták, hogy Orbán Viktor, akkor azt mondták, hogy Orbán takarodj, mert az a közönség nem elmúlt 25 évezni ment ki, ő ma elégedetlen a sorsával. Nemes Balázs nem gondolja, hogy szükség lett volna valamiféle érzékenyebb különbségtételre, mint ezt akkor ott hétfő este a színpadról megtették? Azt ki lett mondva egyébként, tehát hogy a beszédben elhangzott az, hogy voltak a 2010-es kormányváltást megelőző időszakban olyan kormányok, rengeteg olyan kormány, ami hibát hibára halmozott. Szó szerint ez így hangzott el. 2010 után bekövetkezett egy abszolút minőségi romlás, tehát most már ott állunk, hogy a hatalom, ugye a Fidesz személyesíti meg a túlcsordoló, polipszerű államot, ami mindenbe beleszól, és ez a baj, hogy 2010 után olyan szintű minőségi lefelé lépés következett be, amit nem is tudunk hasonlítani az azt megelőző időszakhoz ilyen szempontból. Tehát ez nyilván egy terméke annak a politikai hisztériának, meg annak az egész közhangulatnak, ami 20 év alatt ott felépült, de valóban ebben egyébként igazat adok, hogy 2010 után alapvetően más a helyzet. Tehát, hogy itt már olyan szintű beleszólása van a nagypolitikának az emberek életébe, amit egyszerűen nem lehet megengedni. De mit szól ahhoz, amit itt az előbb Punce Gábor is elmondott, meg sokan meg is írtak az azóta eltelt napokban, hogy kiment egy tömeg tüntetni alapvetően Orbán Viktor és az ő rendszere ellen, ez látszott a transzparensekből és a bekiabálásokból is hallatszott, ehhez képest a szónokok a színpadról szinte ki sem mondták például Orbán Viktor nevét, a Fidesz sem úgy emlegették kiemelten, hanem 25 éveztek. Bocsánat, szóval, hogy a félreértés ne esik, mi nem össze akarjuk mosni az elmúlt 25 évet, hanem csak arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy ami most van, ez a rezsim, ez valaminek a következménye, ami nem az elmúlt 4 évben kezdődött el, hanem már sokkal előbb. A baloldali ellenzéki pártok nem voltak erősek, nem adtak hangot annak, amikre szükség lett volna annak érdekében, hogy ne jöjjön létre az, ami most létrejött. Tehát az önök felelőssége. De még egyszer megpróbálom ezt a különbséget megtenni, hogy az, hogy valaki rosszul kormányoz, az ahhoz vezet, hogy leváltják a választók. Csak gondolom, azt próbálja mondani a Sára, hogy az, ahogy önök kormányoztak, az ahhoz vezetett, hogy ez a mostani rendszer egyáltalán kiépülhessen. De igen ám, csak de itt van az a lényeges különbség, amit úgy látszik nem tudok megértetni, hogy az vezetett ahhoz, hogy megbuktunk. De hogy ha az ember elolvassa a Fidesznek az írása dokumentumait 2015-ről, mondjuk a Navracsicsnak a dolgozatát a jogállamról, akkor abból egyáltalán nem gondolhatja, hogy a jogállam lerombolása fog bekövetkezni, hogy szétvernek minden intézményt, hogy elfoglalják a saját embereikkel, hogy a piacgazdaság karikatúráját kezdik kiépíteni, hogy egy autokráciát fognak csinálni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mi csináltuk azt, hogy ilyen a rendszer, hogy ilyen ez a kormány. A mi felelősségünk abban van, hogy rosszul kormányoztunk, a választó nagyon helyesen megbuktatott minket, de ami azután következett, az már a Fidesz lényegéből következik, és nem az elmúlt 20 évből, meg nem a mi rossz kormányzásunkból. Mert a politikában az úgy megy, valaki rosszul kormányoz, leváltják a választók, jön helyette egy másik. Ez történt ugye 94-ben, nem győzök az akkori kétharmadra hivatkozni, és szó se volt arról, hogy megváltoztatni a választórendszert, hogy ne legyen esélyük, hogy az alkotmánybíróság jogait korlátozni, hogy az ügyészség helyére a saját haveromat, tetejére a saját haveromat ültessem, hogy a különböző független intézményeket teletömjem a saját embereimmel, és persze, hogy visszafordítsak mindent, ami egy piacgazdaság normális működéséhez szükséges. De ez szerintem egy nagyon nagy különbség. A Weimári köztársaság vezetett ahhoz, hogy Hitler hatalomra került, de nem felelős abban, amit utána Hitler művelt Németországgal és a világgal. Most nem hasonlítottam a maiakat Hitlerhez, hanem ezt a Weimári köztársaság
ott hasonlítottam a 2010-hez, és azzal akarok érvelni, hogy abból nem következik, hogy mi rosszul kormányoztunk, vagy megbuktunk, hogy most a haverok sertéstelepeit kell avatni, és miszlikre vágni minden héten 20 méter nemzeti színű szalagot. Nemes Balázs, önök nem tartják ennyire fontosnak ezt a különbséget, hogy kiemelten beszéljenek róla, vagy hogy koncentráljanak arra, hogy az elmúlt években mi történt, vagy pedig valami hasonlóval próbálkoznak, mint próbálkozott annak idején a Milla és az Együtt és a PM, tehát úgy korszakváltást ígérni, hogy megpróbálni, megtartani és vonzani azokat is, akik egyébként az elmúlt időszak baloldali, balliberális politikáját és politikusait elutasítják. Hát azért ez a párhuzamos szerintem egy picit túlzott, tehát hogy nagyon sokan szeretik ezt az egész mostani helyzetet a 3 évvel ezelőttihez hasonlítani. Azért szerintem alapvetően teljesen másról van szó. Tehát hogy itt a millásodás, együttesedés, ez rengetegszer előkerül, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy egyébként teljesen más az alapműködése, meg az alap, hogy mondjam, tehát az elvi alapja is mások annak, ami most kialakult. Mennyiben? Annyiban például, hogy most alapvetően már 4,5 év Fidesz kormányzás után tudjuk, hogy ennek a hatalomnak milyen a természete, ezzel ellen lépünk mi fel. És most az, hogy minket skatoljáznak, hogy mi baloldaliak vagyunk, vagy liberálisok, vagy egyáltalán jobboldali ellenzék, vagy mik vagyunk, tudjuk, hogy ezt az emberek nagyon sokszor nem tudják megérteni, nem tudják hova behatárolni ezt. Mert csak abban képesek gondolkodni, hogy bal vagy jobb oldal. De hogy ezeket most meg kell haladni. Tehát, hogy most ki kell lépni egy olyan pozícióra, ami azt mondja, hogy mi azt szeretnénk, hogy ez az ország normálisan tudjon működni. Azt írta Mihancsik Zsófia, hogy amit önök tesznek, az az általános pártellenes hangulat felkorbácsolása, és hogy ez csak a káoszba vezethet. Hát szerintem ez már nem felkorbácsolása, az már eddig is megvolt. Tehát azért azt kell lenne tagadni, hogyha ugye 2010-ben elküldtek egy kormányt a választók, és most pedig itt van egy másik kormány, amit ugyanúgy el akarnak küldeni, ez azt jelenti, hogy 5 év alatt elküldtek 2 olyan kormányt, ami szerintük nem, vagy elküldeni. Hát nem olyan régen voltak választások, ahol 2/3 kapott ez a kormány, nemhogy nem küldték el. Igen, hát nem véletlen, hogy 2/3 kapott, hiszen annyira alacsony volt a választási részvétel, mivel az emberek nem bíznak az egész intézményrendszerben. Hát, hogyha kiüresítették az intézményeket, akkor nem csoda, hogy a választó azt hiszi, hogy nincs ráhatása a dolgokra. Nem mellesleg ugye azt is tudjuk, hogy nem egy helyen eléggé komoly visszaélések történtek a választások alkalmával. Tehát azért azt ott mindenképpen fontos elválasztást tenni, hogy az otthon maradott bizonytalanok, ők is szavaztak, csak nem az urnában. Tehát azért az ott nem mindegy, nem azért maradtak otthon, mert nem volt jobb dolguk, hanem azért maradtak otthon, mert egészen egyszerűen nem láttak alternatívát. Tehát én nem skatujáznám azt, hogy aki otthon maradt, akkor az egyetért a jelenlegi kurzussal, a legkevésbé sem. Kuncze Gábor lát alternatívát abban, ami most az utcán elkezdődött? Még nem. És a másik, amiről beszéltem itt az ATV-ben, szintén megtámadnak, nem ők, hanem mások, hogy ennek a dolognak ahhoz, hogy alternatíva legyen, előbb-utóbb valamivé össze kell majd állnia. És ugye miután a választásokon pártok indulhatnak, és ugye itt az jó, hogy azt mondják, hogy fiatalos bájuk van a fellépőknek, meg hát most még szervezetlen, mert nincsen gyakorlatuk, ez teljesen rendben van. El is fogadom, bár azt most látom, hogy a szándékoktól kicsit eltért, amit a színpadon láttunk, nekem annak nem volt fiatalos bája. De mindegy is tulajdonképpen. Azt kell megérteni szerintem, hogy az egyik oldalon ott van egy nagyon profi csapat, nagyon megszervezve magát, aki eléri a saját választóit, és el is tudja őket vinni szavazni. A másik oldalon pedig ki kell alakulnia valaminek, ami ezzel szembe tud menni szervezett módon, mert ha nem, akkor nagyon bájosak meg hercegek leszünk, és a 2018 is elbukott. Na most én tudom, hogy ez egy út, amin itt végig kell majd menni, és azt is elfogadom, hogy mert alternatívát egyelőre én sem látok egyébként az ellenzéki pártokban, hogy elutasítják a mai szereplőket. Én arról beszélek, hogy rendben van, de akkor a helyükre kell majd valakiknek jönniük, mert különben 2018 őszén ugyanitt fogunk ülni, ha megéljük, és arról fogunk beszélni, hogy hát mit is lehetne kezdeni ezzel a helyzettel. És ha ez nem történik meg, akkor én attól is félek, hogy ez a dolog elhal, mint ahogy korábban is erre már példa volt, ugye szoktam felhozni a Ha-Hát példaként. A Ha-Ha nagyon jól, nagyon szimpatikusan indult, öröm volt nézni a fiatal értelmes gyerekeket, majd ettek a kormány egyeztetésének mérgezett almájából, és bezuhantak a
üvegkoporsóba, és most viszont a netadós királyfi felcsokolta őket, és újra kikeltek belőle, csak a látvány, amit most láttam, az meg már viszont borzalmas volt. Szóval ezeket a dolgokat nyilván végig kell majd gondolni. Persze végig kell menni ezen az úton, ahol kitermelődnek azok, akik aztán a végén viszik a zászlót, de hát ez ennek a vége úgyis az lesz, akármennyire is mondjuk, hogy mi nem leszünk párt, meg nem leszünk politikusok, dehogy nem. Egyébként valóban a ha reinkarnálódott, vagy támad föl valamilyen mértékben az önök Facebook csoportjában? Nincs erről szó, természetesen van átfedés, mert mint mondtam, mert szűk az aktivista réteg a fiatalok körében, de hogy mi ezen is szeretnénk változtatni. Miért akar ma egy fiatal egyáltalán először aktivista, aztán esetleg politikus lenni? Mi az, ami ebben vonzó? Nem akar. Nem akar, muszáj. Tehát, hogy nincsen alternatíva, mi is pont ezt mondjuk. És egyébként mi szeretnénk, hogyha alakulnának pártok, nekünk most elsősorban nem ez a célunk, de szeretnénk erre felhívni a figyelmet. Viszont nem egy párt, ami majd átveszi az irányítást, hanem több párt, legyenek érdekek, amik mögé be lehet állni, legyenek civil szervezetek, nem pedig egy vezetőt szeretnénk most, aki kiemelkedne. Szeretnénk tartalommal megtölteni azt, amit demokráciának hívunk Magyarországon. Tehát eltolni kicsit a részét egy demokrácia irányába, és azt nagyon fontos kiemelni, hogy mi nem akarunk, tehát én nem akarok itt ülni, meg nem akarok állandóan interjúra járni. Nekem tényleg a legboldogabb az lenne, hogyha most hazamehetnék egy nagyot aludni. De azért azt látni kell, hogy ha mindenki ezt csinálja, akkor ugyanaz marad, ami most van, és ami most van, az egyértelműen nagyon rossz. Úgyhogy valakinek ki kell állnia, és azt kell mondania, hogy jó, lehet, hogy nekem sokkal kényelmesebb életem lenne, én is dolgozok, tanulok, mindannyian dolgozunk, tanulunk mellette, elég sok dolgunk van, de mégis kiállunk, mert azt hiszük, úgy gondoljuk, úgy érezzük, hogy nem akarunk emigrálni. Nem akarjuk azt, hogy arra kényszerüljünk rá, hogy egyszerűen kidobjon, kivesse magából egy csomó embert ez az ország. De amiről önök beszélnek, egy teljesen új politikai garnitúra előrelépése, tehát nem csak egy pártot szeretnének, hanem ráadásul sokat és sokfélét, azt elmondták, hogy a jelenlegi politikai szereplőket nem szeretnék ezekben a pártokban viszont látni, ahhoz nagyon sok ember kell. Nagyon sok ember kell, aki most felteszi erre az életét. Honnan lesz ennyi ember? És mivel lehet meggyőzni azokat, akiket esetleg érdemes, hogy feltegye erre az életét, hogy kockáztassa adott esetben az egzisztenciáját. Már vannak ilyen emberek, tehát hogy rengeteg olyan most egymást érik a tüntetések Budapesten, és azért bárki bármit próbál rájuk mondani, ezek nem kicsi tüntetések. Csak mindenki pont azt kérdezi, Kuncze Gábor is feltette ezt a kérdést, hogy hol vannak azok a vezér alakok, egy vagy több, azok a karizmatikus figurák, akik ilyen értelemben is arcot adhatnak majd ennek a kormányváltó szándéknak. Én sajnálom, hogy ugye az a hozzáállás, hogy kell egy karizmatikus valaki, aki mögé be lehet állni. A magyar politika nem az bizonyítja, hogy kell? És jó a magyar politika? Szerintem nem. Tehát nem emberek kellenek, akik mögé be lehet állni, hanem értékek kellenek, amik mögé be lehet állni. Kuncze Gábor? Na hát igen, ez egy vitánk, mert kell sok ember, persze, akik ezt támogatják, és kellenek sokan, akik meghatározzák a politikát, mert annak is különböző elemei vannak, és nem olyan nagy baj, hogyha többen tudják azokat az elemeket képviselni, gazdaság, oktatás, egészségügy, szociálpolitika, stb. De a magyar politikában meg kell személyesíteni a mondani valót, ez akár tetszik, akár nem, mert lehet, hogy ez baj, csak a választót ez igazítja el. Ha minket támogatsz, ő lesz a miniszterelnök. És egyébként akkor ezt fogjuk csinálni. Ráadásul még egy másik nagy baj van, hogy az szimpatikus, hogy ne egy párt legyen, hanem legyen sok párt. És van Magyarországon egy választási rendszer, ha sok párt elindul ez ellen a nagy mamut ellen, akkor megint az a helyzet, hogy elbuktak. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb kérdés. Most egyelőre ott tartunk, hogy valóban különböző helyeken vannak tüntetések, és megjegyzem, az ATV is két nappal ezelőtt egy műsorában félrevezette kicsit a nézőket, mert azt írta, hogy Kuncze kikelt a tüntetők ellen, én meg melléjük álltam, ugye azt mondtam, hogy megértem őket. Én az ellen ágálok tulajdonképpen, hogy visszaéljünk pont a tüntetőkkel, hogy ma ide hívjuk, holnap oda hívjuk, holnap amoda hívjuk, és nem mondjuk meg neki, hogy mi lesz, kik vagyunk, és így tovább, és így tovább. És hallom, hogy ennek ki kell alakulnia. Ezt meg is értem,
mindig ki az a kérdés, hogy van-e ennyi idő, és van-e ennyi türelem a tüntetőkben. Önök egyébként azóta már nyilatkozták, hogy nagyon nyitottak a konstruktív kritikára, és el is fogadják, hogy valóban tapasztalatlanok voltak. Mi az, amit ma már másképp csinálnának? Mi az, amivel kapcsolatban tényleg elismerik, hogy hétfő este rosszul sikerült? Egyszerűen több időt kell szánni egy ilyen típusú megmozdulásra. Tehát mi most viszonylag siettünk. Nem azt kérdeztem, hogy miért történt ez így, hanem abból, amit mi láttunk, vagy az utcán, vagy a tévéképernyője előtt, mi az, amit ma már nem vállalnak büszkén? Nagyon fiatalos volt ez az egész, tehát mi nem azt terveztük, hogy esetleg trágárszavak is belekerülnek, de elszabadultak az indulatok, és egy csomó olyan dolog történt, amivel így nem lehetett számolni. Én azt gondolom, hogy ez így volt őszinte és hiteles, tehát mi akartuk is, hogy egy kicsit spontán legyen ez az egész, és nem pedig egy ilyen nagyon megrendezett valami. Csak annyira spontán lett, hogy ahogy ezt azóta sokan megfogalmazták, magukra hagyták a tömeget, sorsára hagyták az embereket a Kossuth téren. Hát szerintünk azért az elég erős túlzás, tehát konkrétan egy kivételével mindig szervező végig ott volt igazából. Nyilván az, hogyha valaki tényleg lángoló tekintettel szétpakolja a kordont, ami egyébként nem a parlamentet védte, hanem a színpad technikát, hát őt nehéz megbékíteni. Megpróbáltuk. Többen is megpróbáltuk, többször is megpróbáltuk, annyira nem sikerült, nem nagyon hallgattak ránk. De végső soron ott voltunk mindannyian, az lett volna a terv egyébként, hogy ha nem bontják le rögtön a kordont, akkor még fölkerülnek olyan emberek a színpadra, akik bejelentik azt, hogy onnan még van esetleg tovább vonulás, vagy dobosok fölmennek, és azt követően, tehát hogy igazából lett volna még programpont, de hát kicsit keresztül húzták a számításokat a tüntetők. Az látszik, hogy a következő tüntetés, ami szerveződik egyszerre több irányból is egyébként, az a magány nyugdíj pénztár vagyon utolsó, ahogy a tüntetők fogalmaznak, lenyúlása ellen lenne, de az Együtt is kiadott egy közleményt, hogy szervez ilyen tüntetést, meg egy másik Facebook csoport is. Önök elmennek valamelyik tüntetésre ezek közül, vagy már elkezdődött a kapcsolatfelvétel ez ügyben? Hát szerintem mindannyiunknak. Mind elmehetünk olyan tüntetésekre, amikkel egyetértünk. Én személy szerint biztos, hogy nem, és szerintem ezt a szónokok szervezők nevében bátran mondhatom, hogy nem fogunk pártos tüntetésre elmenni. De nem csak az Együtt szervez tüntetést ebben a témában, hanem egy Facebook csoport is. Azt hiszem azzal a cím, hogy 60 ezeren a magánnyugdíjunkért. Igen, hát meg kell nézni, hogy ott kik állhatnak esetleg ennek a hátterében. Az én információm szerint egyébként teljesen civil, teljesen vállalható, alulról szereződő a dolog, úgyhogy nem hiszem, van együttműködés, vagy egyelőre nincs? Engem felkértek szónoknak kedre. Tehát akkor megy? Gyakorlatilag ott kell lennem, tehát ha én beszélek, akkor... És a szervezők között ön is ott lesz a kedv? Én ebben most így nem vállaltam részt, de azt gondolom, hogy ha ez egy jó ügy, akkor mindenképpen érdemes mögé állni. És mi a következő tüntetés, amiben aktívabban szervezőként benne vannak, vagy mi az, amit terveznek? Ez most még nagyon az... sokan felkerestek minket, rengetegen ajánlanak fel, meg javasolnak dolgokat, úgyhogy ki kell találni most, hogy mit érdemes csinálni. De azért nem, tehát, hogy nem lehet 0-24 csak azzal foglalkozni, hogy még a munka, meg az egyetem mellett még tüntetést is szervezünk. Pont igazából ilyen szempontból abszolút sikeres volt, tehát célba ért a mondani valunk, mert ugye az történik, amit mi eddig propagáltunk sokat, hogy igenis az emberek, akik nem értenek egyet egy üggyel, próbálják meg megszervezni magukat, szervezenek ők egy tüntetést, oldják meg ennek, hogy hogyan lesz a hangtechnikája, hogyan lesz a színpad, hogyan, ki, hogyan, merre lesz, mekkora legyen-e vonulás, ne legyen, és ez most azt látjuk, hogy ez most tényleg elkezdett megtörténni, és nem csak Budapesten, hanem vidéken is, tehát hogy sikerült ez a katalizátor szerep. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt ezen a héten a Szabad Szemmel, de tartsanak velünk jövő vasárnap is, viszontlátásra.